A kutya egyénisége, vagy úgy is szokták mondani, hogy személyisége, az egy nagyon is létező dolog, tehát ugye kutya és kutya között mindig lesz különbség, még azonos fajtán belül is. Ezt bárki szerintem igazolhatja, akinek több kutyája volt, akár ugyanabból a fajtából, hogy nincs két egyforma. Van, amelyik bátrabb, van, amelyik visszahúzódóbb, van, amelyik barátságos szinte mindenkivel, van, amelyik csak a gazdára hallgat, és a többi embertől fél, vagy a többi embert nem szereti. Ezek a különbségek mindig jelen lesznek még egy-egy fajtán belül is. Azonban fajták között azt lehet mondani, hogy még jóval nagyobbak a különbségek, tehát mondjuk egy retriever, egy szánhúzó fajta és egy terelő kutya fajta között olyan hatalmas különbségek vannak, amelyek nagyobbak, mint az egyes egyedek közötti különbségek a fajtán belül. Na most, amikor az ember kiválaszt egy kutyafajtát, akkor ezekre a nagy különbségekre fel tud készülni. Tehát mondjuk olyan ember választ magának, teszem azt egy vizslát, vagy egy border collit, vagy egy mudit, aki aktív akar lenni, aki ki akar mozdulni otthonról, aki egy sportos, ráfigyelő kutyafajtát szeretne. És mondjuk, aki azt szeretné, hogy a kutyája úgy önmagában is jól el legyen, ne kelljen vele állandóan foglalkozni, az mondjuk választ egy szánhúzófajtát, vagy választ egy kopót, vagy választ egy nyájőrzőfajtát. Tehát ezekre a fajta különbségekre fel lehet készülni, amikor az ember kiválaszt egy fajtát. Azonban azokra a különbségekre, amik a fajtán belül az egyedek, az egyedi kutyák között lesznek, erre nagyon nehéz felkészülni. Ezen, hogy mondjam, tréninggel, foglalkozással lehet változtatni, de bizony ez mindig benne lesz, úgymond a pakliban, hogy ugyanazon fajtán belül is az egyik kutya teljesen más lesz, mint a másik.